Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Korszerűsítés a Városházán. Napelemes erőmű segíti a takarékos energiafelhasználást Gyulán. Rendbe tették a csatornát. Mintegy 2 millió forintból oldották meg a problémákat Máriafalván. Évfordulót ünnepelnek. 30 éve működik múzeumként a Gyula Illadics ház. Kezdődik a nyári évad. A Vörös Sándor napokkal indítja a programokat a Gyulai Várszínház. 196 napelem modulból álló rendszert adtak át a gyulai polgármesteri hivatal udvarán. A beruházás segítségével csökkentik a város üzemeltetési költségeket, illetve a rezsiköltségeket az épületekben. Ez a nap híre. Újabb nagy lépést tett a város egy modern energiagazdálkodást folytató középület irányába. Egy 50 kW-os napelem parkot létesítettek a gyulai polgármesteri hivatal udvarán, illetve szigetelték a padlásfödémet is. A 196 napelem modulból álló rendszer segítségével csökkentik a város üzemeltetési költségeket, illetve a rezsiköltségeket az épületekben. Annyi projektet írtak és menedzseltek már le a kollégáim a falak között, amelyek tárgya az energetikai korszerűsítés volt, a pontos számot talán az osztályvezető úr el tudná mondani. És tették ezt évekig egy olyan épületben, amelynek energetikai hatékonysága finoman szólva sem volt megfelelő. Finoman szólva sem volt hatékony energetikai szempontból ez az épület. A városvezetés döntése nyomán azonban két részletben kicserélésre kerültek a városháza nyílászárói, amely a komfortérzet javuláson és az esztétikai szempontokon túl a gázszámlán is meglátszódik. Elhangzott, teljes évi adatok még nincsenek, de a villamos energiafogyasztása tavalyi év adott időszakához képest már most 50%-kal, a gázfogyasztás pedig 9%-kal csökkent. Az árnyékló növényeket az utóbbi hetekben eltávolították, így a napelemek teljes hatásfokkal tudnak üzemelni a nyár hátralévő részén. A középületek közül ez az épület Békés megyének a legszebb épülete egyértelműen. Erre nekünk különösen kiemelten vigyázni kell, minden pontjára, minden szárnyára. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi energiahatékonysági felújítások nem csak a polgármesteri hivatal dolgozóit, hanem a járási hivatalt, valamint a kormányhivatalt is érinti. Ebben az ingatlanban folytatja járási hivatalunk két osztálya is a tevékenységét. Én már mostantól költséghatékonyabban, hiszen egy jelentős energia optimalizáló beruházás valósulhatott meg. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, a megyében az elsők között alkalmazott a város előremutató módon önkormányzatként modern technológiákat az energiahatékonyság szempontjából az önkormányzati épületek felújítása során. A közelmúltban napelemes rendszert építettek ki az RK gimnázium főépületére, a Prohászka Zsolt városi tornacsarnokra, a könyvtár tetejére, a Madaras kollégium, a műfáz, a Szivárvány napközi otthon, valamint a közüzemi épületeire is. Hozzátette, 2014-ben az előző évi Virágos Magyarországért mozgalom első helyezésével kivívta a város annak a jogát, hogy Gyula képviselhette az országot város kategóriában, az Európai Virágosítási Versenyben. Akkor egy összefogás bontakozott ki többek között az önkormányzat, oktatási nevelési intézmények, civil szervezetek között. Egy széleskörű együttműködés egy nemes ügy érdekében, amellyel mindenki egyetértett és amelyet mindenki szívből képviselt. Ez az ügy csak első ránézés a virágosítás ügye, hiszen ennél sokkal többről van szó. Aki emlékszik annak a versenynek a részleteire, aki emlékszik az Anton Floral Europe célkitűzéseire, célrendszerére és a zsűri értékelésére, az jól tudja, hogy a virágosításon a zöld környezet magas színvonalú gondozásán és fejlesztésén túlmenően komoly hangsúlyt fektetett környezettudatos városfejlesztésre. Ez a kulcs szó a jelen esetben is. Környezettudatos városfejlesztés. A megnyitót követően áthatták a 196 napelem modulból álló 50 kW-os napelem parkot a polgármesteri hivatal udvarán. Mintegy 2 millió forintból oldották meg a Máriafalvi csatornánál jelentkező problémákat. Számolt be az elmúlt időszak eseményeiről Alt Norbert önkormányzati képviselő. A területet most rendbe tették, egyben bíznak benne, senki sem hordja majd oda a szemetet. Máriafalván
a városrész szélén álló Kisfaludi utcával párhuzamosan a kisökörjárási erdő szélén fut az a csatorna, melynek partján szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót Alt Norbert, a körzet önkormányzati képviselője. Egyik funkcióját se tudta betölteni. A csatornával több probléma volt az elmúlt időszakban. A Hunyadi tónál megépült átemelő a csatorna visszaduzzasztását volt hivatott megszüntetni, csapadékos időszakban ugyanis ez visszatérően problémát jelentett. Miután ez a mű elkészült, már alig volt víz a csatornában, sokan elkezdték szemétlerakónak használni, ráadásul az itteni élővilág is egyre inkább kiszorult a területről, és a helyi lakosság sem jutott elég vízhez az öntözéshez. Nem utolsó sorban pedig egy idő után az alapfunkcióját, vagyis a csapadékvíz levezetését sem tudta betölteni a csatorna. Ezért született döntés az átfogó mederkotrásról, ezt 485 méteren át már el is végezték. Ennek a fedezete, ennek a költsége az a tagi hozzájárulás, amely Gyula város önkormányzata fizet, vagy fizetett be az elmúlt években az önkormányzat tulajdonában, ám de a víztársulat kezelésében lévő csatornák után. Én bízom benne, hogy ezt az állapotot meg tudjuk a jövőben őrizni, hiszen az előbb említett okok miatt ez nagyon fontos, és megállítunk egy olyan folyamatot, ami sajnos az elmúlt évben felütötte a fejét, mivel látták, hogy elhanyagolt állapot van, gondozatlan állapot van, többen elkezdték az illegális szemetet is ide szállítani. Mondhatjuk, hogy főképpen magánterületre, hiszen az itt található erdő az 100%-ban magántulajdonban van. A Mária falvi csatorna munkálatait összesen közel 2 millió forintból végezték el. A napokban ünneplik 30. évfordulóját annak, hogy Gyula egyik legjelentősebb történelmi épülete a Ladicsáz Múzeum lett. A 19. század elején épült polgári ház számtalan kulturális értéket őrzött meg az utókornak. A 30. évforduló apropóján egy héten keresztül rendhagyó programokkal várják az érdeklődőket. Nagyon izgalmas és nagyon fantasztikus programokkal várjuk az ideérkezőket, a gyulaiakat is, és a távoló érkezőket is. Egy héten keresztül változatos programokkal várják a vendégeket a Ladicsházban. Ennek apropója, hogy a napokban ünneplik a 30. évfordulóját annak, hogy a város egyik legjelentősebb történelmi épületéből múzeum lett. Június 28-ától július 4-ig olyan rendhagyó programok várják az érdeklődőket, mint például a szellemvadászat, ahol a Ladicsház kísértete után nyomoznak. A festményen látható Cingulszky Borbála hirtelen halálát a legenda szerint egy súlyos betegség okozta, és mivel nem tudott elbúcsúzni a háztól, illetve szeretteitől, a mai napig visszajár a helyszínre. Többek között lesz egy nagyon izgalmas programunk, amikor a szellemvadászatra fogunk elindulni, Cingulszky Borbála a ház kísértetének a nyomába fogunk eredni, de nem mondok róla többet, mert akkor nem lesz érdekes, mindenképpen nagyon izgalmas lesz. Lesznek aztán különböző más programjaink is, például lehet majd részteket hallani Ladics György naplójából, szerelmes verseiből, és van egy leszármazott, aki 2004-ben még 98 éves volt, ez Trionovics Katika néni, nevezetű néni, aki egy magnóra felmondott nagyon érdekes dolgokat, és abból is hallhatunk már részleteket. A 19. század elején épült barokk stílusú ház óriási értéket őrzött meg az utókornak. A múzeumban megcsodálható hagyaték magába foglalja a Ladics család lakóházának teljes bútorzatát, a családtagok használati és személyes tárgyait. Emellett olyan írásos emlékek is megmaradtak, melyekből az egykor itt élő generációk élete is részletesebben megismerhető. Ladics György még a 19. század közepén telepedett Gyulára, és alapított itt dinasztiát. Tulajdonképpen a Ladics család több generáción át öröklődött hagyatéka az, amit ma a Ladics ház gyűjteményének nevezünk. Ez nem egy szisztematikusan összegyűjtött műgyűjtemény, hanem azoknak a berendezési tárgyaknak, képzőművészeti alkotásoknak, használati tárgyaknak az egysége, amit a Ladics család a gyulai élete során ebben a polgári millióban a 19. század folyamán egészen a 20. század utolsó harmadáig használt, ezek között a tárgyak között élt. A polgári család hagyatéka a mai napig páratlan értékkel bír. Az ingatlant és a benne lévő kulturális értékeket egykor életjáradék fejében bízták az akkori helyi tanácsra. A múzeum 30. évfordulóján a szellemvadászat mellett a Ladics család történetét, illetve a Ladics ház rejtett kincseit is megismerhetik a látogatók, de a kiállítóterek mellett a ház udvarában is programokkal készülnek számukra.
A Gyulai Várszínház június 26 és 27-én rendezi meg a Vörös Sándor napokat. Az esemény szerdán egy irodalmi konferenciával vette kezdetét. Csütörtökön a modern előadások kedvelői 18 órától az Éjszaka csodáit, 21 órától pedig a Pszichét láthatják Vinyánszky Attila rendezésében. A tavalyi Székely János napok után idén Vörös Sándor munkássága előtt tiszteleg a Gyulai Várszínház. Június 26-a és 27-e között, vagyis szerdán és csütörtökön rendezik meg a nyári évad első tematikus programját, a Vörös Sándor napokat. Elek Tibor igazgató elárulta, az esemény célja az, hogy ráirányítsák a figyelmet a költő egész életművére, mivel az emberek alapvetően a gyermekverseit ismerik, így szükség van arra, hogy rávilágítsanak Vörös Sándor változatos írói tevékenységére. Az ő költészete világirodalmi rangú, igen gazdag, sokszínű és sokoldalú filozófikus mélységekkel és magasságokkal gazdag költészet, és ráadásul számtalan színpadi műve is van, izgalmas dramaturgiájú színpadi művei, vagy olyan rendhagyó művek, mint például a Psziché című darabja, vagy a Teljesség felé prózai műve. Csütörtökön teltház előtt játsszák a Holt Béli csónakos elnevezésű bábszínházi előadást. A Tünet Együttes az Éjszaka csodái című táncszínházi darabjára azonban még vannak szabad jegyek. A modern elgondolású darabot a látomás vers víziói inspirálták. Az előadás 18 órai kezdettel a művelődési központban tekinthető meg. 21 órától pedig a Pszichét, a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös bemutatóját láthatják az érdeklődők. A nap csúcspontja a Pszichének az új bemutatója. A válszínpadunkon Vinyánszky Attila és a Nemzeti Színház művészei egy új előadást hoznak létre a 2015-ös után, amikor a vár mögötti ligetben volt egy nagyon emlékezetes pszichi előadás, most a válszínpadon, ugye más környezetben, más térben, részben megújult szereplő gádával láthatjuk Vörös Sándor remek művét, a Pszichét, ami ugye a szerelemről szól, a lázadásról, a szabadságról, a női test és lélek szabad szárnyalásáról. A Vinyánszky Attila rendezte Psziché felújított változatában a színészgárda felvállalja a női principium felfrissített, újra gondolt változatát, ezúttal a várszínpadon. A Békéscsabai Unicon ZRT-nél tartotta elnökségi ülését a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Rövid hírek következnek. Június 25-én tartotta a kihelyezett elnökségi ülését a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kamara életében többször is előfordult már, hogy soron következő ülésüket valamilyen cég székhelyén tartották, ezúttal a textiláru gyártó Békéscsabai Unicon ZRT adta a helyszínt. Az esemény során szóba kerültek az elmúlt években történt nagyobb beruházások is, mint például az M44-es gyorsforgalmi út, a mezőhegyesi Ménesbirtok területén végrehajtott fejlesztések, illetve az ivóvíz minőségjavító beruházások. A házigazda Unicon ZRT operatív igazgatója az idén 69 éves cégnél történt beruházásokra is szót ejtett. Előadása után üzemlátogatásra került sor. A kihelyezett elnökségi ülésen elismerő okleveleket adtak át. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés megyei kormányhivatal között szoros együttműködés áll fenn. Ezt Orosz Tivadar, a megyei kamara elnöke hangsúlyozta. Az ülés során a kamara és a kormányhivatal között lévő együttműködés keretében létrejött cselekvési tervben foglaltakat is áttárgyalták. A megvalósult tervekről és eredményekről Takács Árpád kormánymegbízott beszélt. A jövőben a munkaerőhiány kezelésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Az iparkamara és a kormányhivatal is erre összpontosít közös feladatai során, tette hozzá Takács Árpád. A tavalyi megnyitón körtáncot jártak a résztvevők, és idén is sok látogatót várnak a körösvölgyi sokadalomra. Kedd délelőtt a rondellánál tartottak sajtótájékoztatót az idei programokról. Az elhangzottakból az derült ki, hogy a hétvégi, hagyományosan háromnapos programon a korábbi években látott magas színvonalat szeretnék hozni a szervezők, mind a népi kismesterségek, mind a táncosok a színpadi produkciók során. Az eseményen az idén 20 éves rendezvény kezdeteire Pál Miklósné tekintett vissza. A Megyei Népművészeti Egyesület vezetője hangsúlyozta, akkor lényegében mindenféle előzmény nélkül kezdőként vágtak bele a szervezésbe. A körösvölgyi sokadalom ismeretet, élményt és szórakozást nyújt, hangsúlyozta Görgényi Ernő gyulai polgármester,
aki az esemény körül évről évre megtapasztalható összefogás jelentőségét emelte ki. A Körösföldi Sokadalom programjai pénteken a gyulai várkertben kezdődnek, a három nap során több mint 100 népi kismesterségi bemutatóval és 1000-nél is több színpadi fellépővel találkozhat a közönség. Városmarketing Gyémánt díj védjegyet kapott a Békés megyei önkormányzat. A megyei önkormányzat két kategóriában pályázott, rendezvény esemény kategóriában a tavalyi megyenappal, belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában pedig a Megyei Értékeink című kiadvánnyal. Mindkét pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az ünnepi könyvhéten Teltház fogadta a tavaly megjelent nagy sikerű 50 elszánt magyar nő című kötet író-olvasó találkozóját a Városi Könyvtárban. Az elsősorban gyerekeknek szóló könyv társszerzője Neset Adrien mellett Makai Erika szumó bajnoknő mesélt arról, kiket is nevezhetünk elszánt nőknek, és hogyan lehet megfelelni a társadalmi szerepeknek, elvárásoknak vagy önmagunknak. Makai Erika elárulta, hosszú éveken át tartó belső harcot vívott, melyet a szumó és a sportközösség segített legyőzni. A szöveggyűjtemény megalkotásának elsődleges célja az volt, hogy az iskolások számára, mint segédanyag, kiegészítse a tanultakat azokkal a női karakterekkel, akik valamilyen módon hatással voltak környezetünkre, akár úgy, hogy szembeszálltak az akkori társadalmi normákkal. A kötetben szereplő 50 nő a kultúra, sport vagy tudomány terén elért eredményeikkel, életszemléletükkel példaértékűek lehetnek a fiatal generációk számára. Neset Adrien elárulta, a több mint 100 nő közül nehezen választottak. Az egyik szempont az elődök előtt való tisztelgés, a másik az úttörők, elsők kiválasztása volt. Fodor Marcsi és Neset Adrien már gondolkodik a folytatáson, hiszen a könyv a fiatal célközönség ellenére élvezetes lehet a felnőtt olvasók számára is. Ceglédi Katalin énekelt a gyulai Tájvízházban péntek este az Új Gyakorlatok című kiállítás megnyitóján. A vízügy éjszakáját megelőző este folyamán Szél János Fafaragó népi iparművész tárlatát adták át a közönségnek. Itt akár 40 évvel ezelőtt készült tárgyat is megcsodálhatott a közönség. Ennyi év telt el ugyanis azóta, mióta az alkotó fafaragással foglalkozik. Ezzel a kiállítással ebbe a régen tartó pályafutásba enged betekintést. Az elkészült tárgyakat Szél János sokszor elajándékozza. Célja az, hogy a különleges népi motívumú faanyagok látványuk mellett valamilyen háztartásbeli funkciót is ellássanak, vagyis legyenek hasznosak. Szél János nem először állította ki alkotásait Gyulán, ugyanakkor már hosszú idő telt el azóta, hogy önálló tárlatát nyitották meg. A Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel azonban jelentősen aktívabb szerepet vállal az alkotó, és az egyesület programjain rendszerint megjelennek a felvételeken is látható általa faragott tárgyak. A kiállításon 60 faragott tárgyat láthattak a látogatók. Szél János azt is elárulta magáról, hogy nem csak kisebb méretű tárgyakat készít, dolgozott már köztéri alkotásokon, például emlékoszlopokon, készített haranglábakat, vagy különböző játszótéri elemeket is. A nyári melegben nem esik jól a sütő mellett áldogálni, de azért az édességről sem szeretünk lemondani. Ilyenkor jó megoldás, ha egy sütés nélküli finomságot készítünk. Tökéletes választás lehet a madártej, sajtorta vagy a pohárkrém. Ön szokott sütni? Igen. És miket? Hát, mikor mit süteményt. És egyébként ebbe a nagy melegbe szívesen áll a sütő mellett? Hát, ha van kinek, az unokámnak, igen. Nagyon ritkán, nem vagyok egy konyhatündér típus, úgyhogy nem jellemző, nem jellemző. És ilyenkor miket szokott készíteni, mondjuk süteményeket például? Hát én a desszertkelyheket szeretem. Az gyorsan el tudom készíteni, szeretem is, úgyhogy... Nekem ez a stílusom. Ha otthon vagy és nincs őrült melegem, akkor igen. És ilyenkor milyen süteményeket szokott készíteni? Hát az igazság, hogy én
Nem, mostanában nem, mert diabetikus voltam, szóval úgy mondjam, hogy cukros vagyok, és nincs kedvem sütni, mert akármilyen süteményt meg kell, hogy kóstoljon az ember, hogy édese, vagy sóse, vagy anyám fülefarka, és akkor azért nem állok neki szívesen. Amúgy valamikor sütöttem zserbót, meg ilyesmiket, amit szerettünk, meg kosárkákat. Klímákat szereltek fel a Jaminai rendelőintézetben. A vadászattal ismerkedtek a városerdőn táborozó gyerekek. Lapszemle következik. Lehűtik a várakozást. Klímaberendezéseket szereltek fel a Jaminai rendelőintézetben, írta a Beol. Összesen 1,25 millió forintból 5 klímaberendezést szereltek fel, ezekből 4 a váróterembe került, 1 pedig a védőnői szolgálat működését segíti. Hálaadó zarándoklat Pálosszentkúton. Petőfi szállás Pálosszentkútra zarándokoltak a Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétái, írta a Magyar Kurír. A cél az volt, hogy az érintettek megújulva készüljenek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A vadászattal ismerkedtek Városerdőn. Ismerd meg a vadászokat elnevezéssel szerveztek 3 napos ingyenes bentlakásos gyerektábort, írta a Békési Járások. A vadásztársadalom fontos célja, hogy nyissanak a fiatalok irányába. Sokfelé legelnek a gulyák és a nyájak. A Nemzeti Park területeinek kezelését a pusztai és a hullámtéri környezetben egyaránt régi magyar házi állatokkal történő legeltetésre alapozottan végzik. A kmnp.hu arról számolt be, hogy a biodiverzitás megőrzésében, a fajok védelmében végzett élőhelyfenntartásban központi szerepet tölt be a házi állatok jelenléte. Csütörtökön több fokos lehűlést hozó hidegfront érkezik. Pénteken és szombaton még 30 fok alatt, vasárnap már nagy eséllyel a fölött alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön derült idő várható, sok napsütéssel, ám este megérkezik a hidegfront. A hőmérséklet az éjszakai 21 fokról délutánra 32 fokig emelkedik. Pénteken lehűléssel számolhatunk. A hőmérséklet 16 és 24 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Korszerűsítés a Városházán. Napelemes erőmű segíti a takarékos energiafelhasználást Gyulán. Rendbe tették a csatornát. Mintegy 2 millió forintból oldották meg a problémákat Mária falván. Évfordulót ünnepelnek. 30 éve működik múzeumként a Gyulai Ladics ház. Kezdődik a nyári évad. A Vörös Sándor napokkal indítja a programokat a Gyulai Várszínház. A Gyula TV híradóját látták. Most a 3 téma következik Pál Miklósnéval, a 20 éves körösvölgyi sokadalomról. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!